Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, Családőrzők című műsorunk 5. részével jelentkezünk, most is Székesfehérvár belvárosából, a gyönyörű környezetben fekvő katona söröző és kávézóból, ahova ezúttal is vendégeket hívtunk. Azt hiszem, a hölgyeket talán már nem is kell bemutatni, de azért én megteszem, Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerek Világház Alapítvány szakmai vezetőjét, egészségfejlesztő trekleológust, mellette Sárgába Pap Csillát, aki mediátor és személytervezési szaktanácsadó, és itt van velünk most is Szauter Ákos, a Szép Hő ZRT vezérigazgatója, 6 gyermekes családapa, akit egy héttel ezelőtt nagyon boncolgattunk, és nagyon jó dolgokat tudtunk meg, és azt hiszem, hogy talán sikerült egy kicsit segíteni azoknak a családoknak, akik gondban vannak azzal, hogy is hangolják össze a családi életet. Egy dolog maradt el akkor, mielőtt a témánkra mi rátérnénk, és folytatnánk a 2 héttel ezelőtt megkezdetet, hogy lehet 6 gyerkőcöt rábírni arra, hogy tanulni akarjon, vagy rendet tartson a szobájában. Tehát mi a motiváció a családban? Ez egy nehéz út volt a mi életünkben is, amit bejártunk, mert a tanulással talán igazán soha nem volt probléma, tehát hála Istennek elmondhatom, hogy a gyerekek tanultak, nem mondom azt, hogy mindenkinél azt érzem, hogy a képességeinek megfelelően akar tanulni, vagy legalábbis azokat az eredményeket hozza. Nálunk inkább az volt a nagyon nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk őket bekapcsolni a házi munkába, hogyan tudjuk őket a család munkáiba bekapcsolni, és hogyan tudnak ők ebben osztozni. És nagyon sokat rágódtunk azon, hogy lehet ezt bármilyen forma pénzzel motiválni. De a vége az lett, és ami most már évek óta működő modellünk, hogy vannak alaptevékenységek, alapfeladatok, amit a gyerekeknek mindenképpen hetente meg kell csinálniuk. Ilyen például az, hogy a szobájában rendet tartson, kitakarítsa, a ruháit elpakolja, helyére rakja. És ezen felül, hogyha ezek az alapfeladatok elvégzésre kerülnek, akkor ezen felül egyébként az egyéb házi munkákért azért pedig lehet pénzt kapni, pénzt keresni. És ilyen például, hogy téli időben behozni a tűzifát, vagy kivinni a kertbe a komposztot, de be lehet segíteni, akár ruhát hajtogatni, be lehet segíteni abba, hogy a főzésben az édesanyjuk mellé állnak. Tehát nagyon sokféle munka adott, mindenbe gyakorlatilag nekem jönnek segíteni, esetleg barkácsolni, és akkor ezt elszámoljuk nekik. És amikor ők motiváltnak érzik magukat abban, hogy valamire gyűjtenek például, tehát valami elképzelésük, céljuk van, akkor nagyon tudnak jönni, és akkor keresik a munkát. Egyéb esetben nem biztos, tehát egyéb esetben lehet, hogy még azért is küzdeni kell, hogy a minimumot megcsinálják. Viszont azt látom, hogy ezen keresztül, hogy bekapcsolódnak a munkákba, már egy csomó mindent meg is tanulnak. Tehát van több olyan fiam is, aki már simán főz. Tehát jobban főz, mint én, mert én nem nagyon tudok, sőt. Tehát ők megtanultak mondjuk főzni, vagy megtanulják azokat az alap dolgokat, amik egyébként később az életben hasznosak lesznek, és szükség lesz rájuk. Mi erről a szakértők véleménye? Húha. Nem biztos, hogy a pénz... mint motiváció a családon belül az én értékrendemmel tökéletesen egyezik, de el tudom fogadni, hogy van, ahol ez működik. Még mindig jobb, mint hogyha ez egy folyamatos állóháború részeként nyilvánulna meg, és a gyerek csak követelőzne, és nem tenne érte semmit. Az egy óriási pozitívuma ennek is, és bármilyen más motivációs dolognak, hogy a gyerek részt vegyen a család életébe. Több oka is van ennek, de a legfontosabb, amit kiemelnék, az az, hogyha a családi munkamegosztásból kiveszi a részét a gyermek, akkor teljes jogú családtagként éli meg a létét. És ez egy óriási dolog. Tehát ő úgy lesz otthon abban a családban, hogy pontosan tudja, ha kihúz egy fiókot, ott mi van, úgy lesz otthon abban a családban, hogyha kimegy a, nem tudom, a barkácsműhelybe, akkor tudja, hogy honnan kell kivenni egy harapófogót, vagy egy kalapácsot, vagy egy szöget, hol találok. Úgy lesz otthon a családban egy kislány, hogy tudja, hogy hol találja a vasalódeszkát, a vasalót, és a többi, és a többi. Tehát mindenféleképpen azt gondolom, hogy a gyereknek, de egyébként ez nagyon könnyű, mert a pici gyerek, amikor már éppen, hogy menni tud, de a saját pelenkáját ki tudja dobni, akkor ő már erre nagyon büszke. Tehát, hogyha meghagyjuk a gyereknek ezt a drive-ot, és nem tesszük meg helyette, hogy folyamatosan mi végezzük el a munkát, akkor neki ez teljesen természetes lesz, és ő bele fog nőni. Aztán, ahogy jönnek a változások, ahogy ő neki más feladatai lesznek, iskola, házi feladat, egyebek, akkor erre már nincs idő. Ott már tényleg, és ha sokáig nem csinálja, utána kell valamilyen motiváló erő.
ha működik a dolog, akkor tökéletesen rendben van, akkor gratulálok hozzá. A lényeg az, hogy a gyerek is vegye ki a részét a családi feladatokból. Ezt nagyon fontosnak tartom. Csatlakozom ehhez. Szerintem rendkívül fontos az, hogy a szerepek nagyon jól alakuljanak ki, vagy legyenek kialakítva. És ugye habatortán, hogyha a gyerek kap egy feladatot, vagy bizonyos feladatokban, munkákban a családon belül gyakorolhat, megmérettetheti magát, sikerélménye alakul ki, plusz felfedezheti magában az újabb és újabb kompetenciákat, képességeket, hogy én ebben jó vagyok, például az egyik a barkácsolásban, a másik a főzésben, és olyan szépen kialakulnak ezek a kis feladatszerepek, a feladat közti szerepek, hogy abszolút csak pozitív kifejlete lehet, hiszen sikere van benne, mert ha jól csinálja, sikere van. És a siker is lehet a pénzen kívül egy motiváció, mert hogy én ebben jó vagyok, mondjuk én főzöm a legjobb paprikás krumplit, de mondjuk én tudok legjobban felmosni anyának, vagy én dolgozom legjobban apa keze alá. Tehát, hogy annyira sok pozitív hozadéka van, hogy hosszú is lenne felsorolni, de maga a siker és az, hogy ezért mondjuk meg van jutalmazva, kap érte pénz, de mondjuk, amit mondtál, hogy vannak rutin feladatok heti, ami elvárás, amiben ugye ki kell venni a részüket és a szüleiknek segíteni, az nyilvánvaló, hogy azért ugye nem kapnak külön jutalmat, mert ez egy alapelvárás, hogy rendet tartunk az otthonunkban, és ehhez te is járulj hozzá. Sőt, ez egy kiegészítés, hogyha az alapfeladatokat nem végzik el, akkor bukják az egész hetet. Aha. Tehát akkor egyáltalán nincsen. Tehát akkor annak van egy bizonyos szankciója. Jó, igen. Kis motivációs. Azért, igen. Hogy egy kicsit jó. Lazítsam a hangulatot, elárulok egy titkot, amit a műsorra készülve tudtam meg Ákosról, hogy ő viszont annyira kiveszi a részét az otthoni munkákból, hogy a saját ruháit ő készíti ki, ő vasalja ki, ő tartja rendben. Erről mi a vélemény? Az igazság. Nem teljesen így van. Bocsánat, hadd világítsam meg a praktikus oldalát, mert akkor lehet, hogy egy kicsit talán árnyaltabb lesz a dolog. Ez igazándiból az ingeimet szoktam én vasalni. Ennek az a praktikus oldala, hogy én tudom azt, hogy másnapra mit szeretnék felvenni. Ugye nem feltétlenül tudom mindegyik ingemnek a nyakát begombolni, és mondjuk egy nyakkendőnél az egy elég fontos dolog. De ezt mind én tudom, így gyakorlatilag amikor arról van szó, hogy másnapra készülök, akkor nekem sokkal egyszerűbb kiválasztanom a fölakasztott vasalatlan ingek közül egyet, és azt mondani, hogy akkor ez kell nekem, mint a feleségem kivasal X inget, és azok között éppen nincs az, amelyiket én másnapra fölvenném. Ez így volt hadgyerek előtt is? A hadgyerek előtt szerintem nem. Nem lehet, hogy a hadgyerek előtt próbálok visszaemlékezni. Hát amikor egyedül éltem, akkor természetes volt, hogy én magamnak kivasaltam az ingeimet. Egy titkot én is elárulok, az én párom is maga vasalja az ingeit, és azért az enyém pedig remélem nézi a műsort. Na, és példaértékű. És ez azért van így, amit te is felhoztál egyébként indokként, másrészt pedig azért, mert én is nagyon sokat dolgozom, reggeltől estig nem vagyok otthon, tehát mi nem szolgáljuk egymást, hanem kiegészítjük egymást, és egy mellérendelt ebben abszolút összefogásban, tehát egy szövetségesi, társas viszonyban működünk. És szerintem a 21. században én ezt látom, hogy ez a leginkább működőképes. Tehát nem az alá fölé rendelt, hanem a mellé rendelt viszony, ahol tudjuk, hogy mire kötöttük a szövetséget, mire vállaltuk azt, hogy mi társak vagyunk, és kiegészítve egymást segítjük a mindennapokban. Magától értetődik, én is azt gondolom, ugyanúgy dolgoznak ma már a hölgyek is jó részt, mint a férfiak. Tehát nekünk is van munkaidőnk, nekünk is vannak hivatásaink, nekünk is vannak feladatköreink, és nekünk is 24 órából áll egy nap. És én azt gondolom, hogy mégis a családi tűzhely őrzése, meg egyáltalán a családi otthon melegének az őrzése az a hölgyekre, a nőkre mindenféleképpen több feladatot hárít ebben a tekintetben. És ha egy férfi ebből úgy veszi ki a részét, hogy magától értetődő módon, akkor ez teljesen rendben van. Én már amikor neveltem a saját fiaimat, úgy neveltem őket, hogy bizony tudják, hogy melyik a mosógép, és melyik a mosogatógép, és azt is tudják, hogy melyikbe mit illik rakni, és mikor, meg hogyan. Tehát én azt gondolom, hogy ők sem reménykedhettek abba, hogy egy olyan álomvilágba kerülnek, hogy libériás inas fogja majd kiszolgálni őket és beakasztani a kabátjukat a szekrénybe, hanem nekik is ki kell venni a részüket az otthoni életből. De tovább megyek. Azok a férfiak, akik erre képesek, és akik ezt meg is teszik, és rendszeresen megteszik, azok a férfiak nem csak öntudatosabbak, hanem az önértékelésükben is sokkal jobbak. Nincsenek kiszolgáltatva ugyanis. Ugye? Van ebben valami? Biztos, csak én ezt fordítva éltem meg, mert én elég hosszú ideig éltem egyedül,
És hát ugye ott abszolút rá voltam utalva. Még a kollégiumból emlékszem, hazahoztam a szennyes ruhát édesanyámnak, hogy minden héten mossa ki és visszavittem. De amikor elkezdtem dolgozni, amikor Győrbe dolgoztam például, ott ugye muszáj volt nekem ezeket megcsinálnom, és az teljesen természetes volt, hogy én azt megcsináljam. Nagy témaváltás következik, vissza kell térnünk oda, hogy végigmegyünk a család kialakulásán. Ugye megtörtént az ismerkedés, megtörtént az esküvő, és elkezdtek együtt élni a pár. Nehéz feladat a barátok elhelyezése ebben az új felállásban. Ugye megvan a hölgynek a baráti társasága, megvan a fiúnak a baráti társasága, ezt most vagy össze lehet mosni, vagy nem lehet összemosni. Hogy működik ez? Mi a jó megoldás? Kérdezzük a példát először, hogy talán hogy sikerült, akkor kérdezzük a példát. Köszönöm a lehetőséget. Ismét. Igazán én úgy gondolom, hogy amit nekem fontos volt, hogy megtanuljak nemet mondani. Tehát én előtte egy nagyon pörgős életet éltem, én általában kizárólag aludni jártam haza, tehát vagy dolgoztam, és utána egyéb feladataim voltak. Nagyon sok mindent vállaltam, és volt időm, meg tudtam csinálni. De amikor mi összeházasodtunk utána, hogy ez egy átértékelődött elég jelentősen, és akkor én elkezdtem ezeket a feladatokat egy kicsit leadni, tehát tudatosan végig gondolni azt, hogy hol és milyen feladatot nem szeretnék a jövőben vállalni. És egyébként ez a baráti kapcsolatokra is igaz volt valahol, hogy azok is azért lazultak. Tehát akire volt esetleg előtte több időm, ott kevésbé, de hála Istennek ugye, mivel a baráti kapcsolatom is mondjuk a korosztályomból adódott, ők hasonló utat jártak be, mint én. Tehát akkor jöttek azt, hogy ők is szépen férjhez mentek, megnősültek, családot alapítottak, és onnantól kezdve ugye már mint család, a családdal kellett, hogy kapcsolatot létesítsünk. És ahogy említetted, van, ahol működött, van, ahol nem. És akkor most jönnek a szakértők, akkor ezt a témát beszéljük meg, mert nagyon sok helyen komoly konfliktust jelent. Igen, tehát először is azt kell eldönteni, hogy amikor férhez megyünk, vagy megnősülünk, tehát úgymond családot alapítunk, még nincs gyerek, de hát valahol már a családalapítás alapkövét rakjuk le, azt kell eldönteni, hogy hogyan akarunk mi élni. Tehát én plusz te, egyelő mi. Tehát először is, hogy mi vagyunk, már nem külön én, és nem külön te, hanem lett egy mi státuszunk, és hogy hogyan akarunk mi élni. Ezeket érdemes nyilván már a házasság előtt leegyeztetni, erről talán már volt is szó a múltkori műsorban is, viszont azért nagyon fontos leegyeztetni, hogy én hogy képzelem el, és te hogy képzeled el a mi közös életünket, mert a későbbiekben egy csomó konfliktustól, vitától és kérdőjelektől óvjuk meg egymást. Tehát azt érdemes egyeztetni, hogy jó, most mi házasságot kötöttünk, és úgy döntünk, hogy nekem te vagy a legfontosabb, neked pedig én vagyok a legfontosabb. És mostantól a mi család alapításunkra fókuszálunk. Viszont én, mint mondjuk a hölgytag, azt mondom a páromnak, hogy nekem fontos az, hogy havonta egyszer hadd üljek le a barátnőimmel valahol egy kávéra, hadd beszélgessek velük, mert kellenek a női inputok, kellenek a női energiák, hiszen számomra ez fontos. Én azt gondolom, hogy ezzel nincs gond, és azzal sem, hogyha a férfi ember havonta elmegy, vagy két hetente sportolni a barátaival, vagy leülnek beszélgetni egy sör mellett, és meghányják vetik a férfi dolgokat. Szerintem erre szükség is van. De az, hogy a mindennapokban, heti rendszerességgel, vagy akár hetente többször is, ez nem fog menni hosszú távon. Ráadásul főleg akkor is, nem akarok itt elébe menni, amikor megszületik az első gyermek, és mondjuk az anyuka oda van kötve a gyerek mellé, hiszen 3 óránként, 4 óránként szoptat, tisztába tesz, stb. Tehát számára már megvalósíthatatlan az, hogy ő kirebdessen a barátnőjével, akár havonta egyszer is, főleg amíg kicsi a gyerek. Tehát valahogy úgy kell igazságot tenni, és úgy kell megtalálni az arany középutat, ami mindkét fél számára elfogadható, egyik se sérüljön, egyik se érezze úgy, hogy háttérbe szorultam, el vagyok nyomva, bezzegő elmegy, tehát elfogadható és betartható legyen. És ne érezzük azt, hogy ez nagy lemondással és nagy áldozatokkal jár, mert akkor előbb-utóbb elindulnak a vélt vagy valós sérelmek, mindenféle érzelmeket generálunk, és elindul az, hogy hazajön a párom, nem úgy fogadom, nem olyan arccal, nem úgy kezelem, ő nem tudja, hogy nekem mi bajom van, vagy akár fordítva, mert olyat is tudok, hogy a hölgynek nagyobb az igénye, a hölgy szeretne többet elmenni, és mondjuk a férfi ember várja haza. Tehát ez nem csak egy oldalú. Olyan is van, hogy a hölgynek az az igénye, hogy a férfi ember néha hagyja őt otthon egyedül. Ilyen is hogy van. Egy kis én ideje legyen, alig várja, hogy elmenjen már a haverokkal, mert hallottam én már panaszkodni, hogy soha nem mozdul ki, itt ül a nyakamon. És ez nem jelenti ezt, hogy nem szeretik egymást természetesen. Csak tényleg kell az a bizonyos én idő, ahogy szoktuk emlegetni. Igen, de én azt is nagyon-nagyon fontos dolognak tartom, hogy a párnak legyen egymásra úgy ideje,
amikor ők ketten és az ő összetartozásuk a fontos és annak a megélése. Tehát nagyon fontos az, hogy a fiúknak legyen ökörkör, bocsánat a szóért, de ezt érti mindenki, hogy mire gondolok, mert ott bizony mehetnek a férfi energiák, és ott ők meghányhatják a világnak azokat a dolgait, amiket a hölgyek is tudnak, csak mi nem beszélünk róla, ugye? A lányoknak kell a csicsergés és kell a csacsogás, mert mi meg abból fogunk energiát meríteni magunknak, és kell a visszatükröződés, hogy de jól csinálod az anyaságodat, az ilyen-olyan szerepedet. Tehát ezek nagyon fontos dolgok. De még egyszer mondom, én azt is nagyon fontos dolognak tartom, hogy függetlenül attól, hogy van gyerek, nincs gyerek, hány gyerek van, hogy a házaspárnak legyen úgy közös időtöltésük, gyerekmentesen adott esetben időnként, amikor ők egymásra tudnak hangolódni, amikor egymásra tudnak figyelni, amikor mindegyik feloldódhat a másikban. Ez most egy kell, nagyon fontos dolog. Most nézzük szerintem, ha gyerek mellett van erre idő. Amikor mi egyes oktatásra jártunk, egy nagyon komoly turnuson vagy kurzuson vettünk részt, egy budapesti házaspár, aki ennek a gondozója, és 32 anyaga van ennek, illetve volt akkor, amikor mi végeztük el, és ebben tényleg minden benne van attól, hogy hogyan szakadjunk el, hogy mi fiúk az édesanyánktól, hogyan beszéljük meg a pénzügyeket, egyebek, tehát nagyon sokrétű volt ez az anyag, és ebben volt benne az, illetve ez a házaspár mind a mai napig ezt vallja is, most ezért mondom az elméletet, hogy ez a heti egy óra, havonta egy hétvége, és évente egy hét. Tehát, hogy ez az ajánlott együttlét, amit együtt a párnak úgy kell eltölteni, gyerekmentesen. Azért mondom, hogy ez az elmélet, mert azért gyakorlatban ez nem mindig tud így megvalósulni. Én úgy gondolom, biztos, tehát azt mi is érezzük, és tudjuk, hogy szükség van rá. Ugye mi nagyon sokat szoktunk például együtt menni valahova. Tehát például, amikor imacsoportban megyünk egyebek, akkor mi autóban elég sokat vagyunk együtt. Ugye ezt is ki tudjuk használni, ez gyerekmentes idő abszolút. De biztos, hogy szükség van arra, és valahogy meg kell tudni élni, és kreatívnak kell lenni az embernek. Tehát ha valamit az ember meg akar tenni, és meg akar csinálni, akkor kreatív. Ugye mindig az, hogy hat gyereket hova tudunk egyszerre tenni. Hát nem hatot kell tenni, hanem kettőt ide, négyet oda. Tehát mi megszoktuk őket osztani, és akkor így a nagyszülők között így szépen eldaraboljuk. Tehát meg kell tudni ezt oldani, meg nem szabad bezárkózni. Tehát én vallom azt, hogy bármilyen pici a gyerek, el lehet azzal indulni. Tehát mozgatható, sőt, ami kisebb, minél kisebb, annál könnyebben mozdítható. Nem csak azért, mert könnyebb megemelni, hanem egyszerűen, ahova leteszem, ott marad. Amikor már elindul, akkor már kérdés, hogy hol találom meg. De ez tényleg működött, tehát mi a legkisebb gyerkőcökkel is már volt olyan, hogy egy hónapos volt talán, amikor mi táborba mentünk már vele, és nem gondolkodtunk különösebben, de nem gondolom, hogy a feleségem azon gondolkozott, hogy hol fogja szoptatni a gyerkőcöt. Majd ott alakul, és majd kialakul. Belevágtunk, mentünk, csináltuk. Leginkább azért, mert én szerveztem a tábort, tehát nem is mondhattuk azt, hogy nem tudunk menni. Tehát voltak ilyen sportszerű kihívások, de én úgy gondolom, hogy az ember kellőképpen kreatív, akkor megtalálja ezekre a megoldást. Az lehet a veszélye, gondolom én, hogyha ezzel nem foglalkozik, vagy nem találja meg, hogy egy idő után azt veszik észre a párok, hogy csak a gyermekek nevelése miatt vannak együtt. Mert hogy már csak az, amit együtt csinálnak. Igen, az egy nagyon fontos dolog, hogy ne csak megbeszéljük a dolgainkat, hanem beszélgessünk. Ez a napi teendőket meg kell beszélni, ugye az óhatatlanul fontos, mert különben nem fog működni a rendszer. Tehát ahhoz, hogy információ áramoljon, kinek mire van szüksége, kivel mi történt, fontos momentumok, ezeket meg kell beszélni. De amikor beszélgetünk, akkor az arról szól, hogy én mivel foglalkozom, engem mi foglalkoztat, nekem mi a fontos, és te mivel foglalkozol, és téged mi az, ami érdekel, és mi az, ami motivál, vagy mi az, ami feltölt, vagy bármi. Az is egy nagyon fontos dolog, és itt a kreativitásra gondolok most, hogy legyen olyan közös hobbi akár a családban, vagy olyan közös tevékenység. Ugye nálatok nagyon szép ez a közös imakörben járunk, a felnőttek máshova mennek, mint a gyerekek, stb. És ez bizony azért ad egyfajta kiragadottságot a gyereklétből és a felnőttekkel való kommunikációra ad lehetőséget, meg az egymással töltött időre ad lehetőséget. De rendkívül nagyon sok olyan házaspárt ismerek, ahol van közös hobbi, a motorozás. És akkor például ők mennek motorozni. Vagy nem tudom, kenutúrázás. Akkor ők együtt mennek, ott lehet a gyerekeket ismerni. Tehát ez nem kizárt, hogy csak a... De hogy ezek olyan tevékenységek legyenek, ahol élményeket szerzünk, ahol megtölti a lelkünk azokat a tankokat, amiket a mindennapos során kiégetünk magunkból, amikor a feladatainkban
kell, hogy helytálljunk. Hogyha ezt megtaláljuk, az nagyon-nagyon jó. És az sem baj, hogyha külön hobbija van a férjnek, és külön hobbija van a hölgynek. Mert akkor mind a kettőnek megvan ott is az én idő. Tehát az a lényeg, hogy harmónia alakuljon ki. Hogy értjük egymást, és megértjük egymást. Mindannyian a megértésre vágyunk ezen a területen is, és hogyha ennek adózunk, és úgy súlyozzuk ki, és úgy harmonizáljuk ki a dolgokat, hogy mindenki megkapja, amire szüksége van, akkor békesség van. Az sem elékes, hogy ez a közös idő, ez tényleg úgy telik el, hogy egymással foglalkozik-e a pár, vagy az van az eszében, hogy vajon most mi van a kisebbikkel, vajon a nagyobbik írja a leckéjét, vagy a nagymamát megölték-e már. Természetesen ezt idézőjelbe gondolom. Jó szervezés kell, ezt a kreativitással ötvözve egy jó szervezés kell, hiszen ennyi gyereket úgymond elhelyezni, hogy nektek legyen mi időtök, vagy mi időnk, így fogalmazok, így talán érthetőbb, ahhoz meg kell tudni szervezni, és már jó előre, és hát ugye bármikor beköszönhet egy, ne adj Isten gyerek, torokgyulladás, egy influenza, amikor nyilván nem tesszük le a nagymamához, nagypapához a beteg gyereket, hanem maradunk, de most pont ez jutott eszembe, hogy téged hallgattalak, Zsuzsi, hogy nagyon egyszerű, egy egyszerű séta, amikor csak mi elmegyünk sétálni és beszélgetünk. Ugye a mozgás fejleszti a gondolkodást, és nagyon szépen megnyílnak az emberek, sokkal inkább, mintha így szemtől szembe leülünk, és akkor na mondd mi bánt, most akkor én is megmondom. Tehát, hogy olyan tevékenységek közben, vagy egy túra, egy séta, vagy egy közös biciklizés, vagy nem tudom én, közös futás is lehet akár, amiben mindketten fel tudunk oldódni, és meg tudunk nyílni, mert vannak olyan helyzetek is, amikor a szürke hétköznapok kicsit távolítják a házas párt, és egy kicsit kezdődik ez a szakadék a párok között, és akkor nagyon nehéz már visszahozni. Tehát, hogy ezt nem kellene megvárni, hogy szakadék legyen, hanem mindent rögtön és akkor úgy, ahogy lehet megoldani. Tehát nem gyűjtögetni befelé, és hát a nőknek is nagyon figyelni kell arra, hogy ez a mi időnk, ez biztosított legyen a kapcsolatban, és partnerré válni ebben, megtenni mindent azért, hogyha a párom igényli, akkor el tudjunk menni arra az egy órás sétára, vagy egy közös szaunázásra, vagy akármire, kinek mi. Nyilván a közös hobbi, vagy a közös sport az még inkább segíti, mert ha mindketten szeretünk kerékpározni, akkor sokkal könnyebben retteret találni. Úgyhogy én azt tudom javasolni, hogy itt is mindkét félnek érdemes rajta lenni az ügyön, és segíteni egymást abban, hogy meglegyen a kooperáció, és a közös jó kommunikáció, a minőségi kommunikáció. Mert amit te is mondtál az előbb, hogy az egy dolog, hogy megbeszéljük a napi rutint, a napi feladatokat, de hogy valójában az én lelkemben mi van, és a tiédben mi van, azt csak akkor tudjuk kibontani, hogyha ennek adunk teret, vagy valamilyen felületet létrehozunk, hogy meg tudjuk ezt csinálni. A tudatosság, ami fontos ebben is, mint ahogy a házasságban és a gyermeknevelésben egyaránt ez a fontos. Én azt hiszem, hogy ezzel összefoglalhatjuk a mai beszélgetést, ami megint elszalad. Egy-egy fél percet tudok adni nektek. Muszáj. Ezt az egészet, ha nem szövi át a szeretet, akkor az egészet megette a fene. Bocsánat. Igen, én pedig azt gondolom, hogyha anya és apa szereti egymást, hozzád kapcsolódva a szeretetben, akkor a gyerekekre árad. Megy a szeretet. Tehát nem kell külön nyűnyörgetni mindenkit, hanem egyszerűen ömlik a gyerekek, és az egész családban megy a szeretet flow, és rendben van. Ahol 8-an laknak, ott ennélkül nem is működhetne szerintem. Talán nem fogalmazzuk meg ennyire határozottan, és bízom benne, hogy inkább éljük, mint beszélünk róla. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és természetesen köszönöm a helyszínnek is, a Fekvő Katona söröző és kávézónak is, és nagyon szépen köszönöm kedves nézőinknek is, hogy velünk voltak a mai napon. Pap Csilla, Fekete Cseri Zsuzsanna és Szauter Ákos volt a vendég. Egy hét múlva Családőrzők című műsorunkkal újra jelentkezünk. Viszontlátásra!